Próbautakon az új buszok, 41 új autóbuszt állítanak forgalomba Nyíregyházán február 15-től. Tombol az influenza, az oltást már csak akkor érdemes beadatni, ha kerülni tudjuk a tömeget, ezt javasolja a megyei tisztifőorvos. Beruházások a Kisvárdai kórházban, pénteken átadták a Felsőszabolcsi kórház 102 millió forintból felújított konyháját. A hamarosan érkező 41 új CNG autóbuszok közül az első már próbaúton járt Nyíregyházán pénteken. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A város közel 5 milliárd forintos pályázati forrásból szerezte be a járműveket, további 2 milliárd forintot pedig ezek fejlesztésére és a szükséges töltőállomás kiépítésére fordított. Az új autóbuszokon ingyenes wifi is működik, a károsanyag kibocsátás pedig 25 mázsával kevesebb, mint a korábbi buszoké. A járműek február 15-től próbaüzemszerűen már közlekednek Nyíregyháza útjain. A helyi közösségi közlekedés egyik legnagyobb problémája, hogy elöregedett és környezetszennyező járműpark szállítja Nyíregyháza lakóit. A probléma orvoslására 100%-ban támogatott pályázatot nyert el a város, amelynek célja a szolgáltatások minőségének javítása. A projekt részeként 41 darab CNG, vagyis sűrített gázzal működő, és 6 darab elektromos meghajtású autóbusszal gazdagodik a jelenlegi járműpark. Ez egy 7 milliárd forintos összegű EU-s úgynevezett ikopos pályázatunk, amit megnyertünk. Ennek kb. 5 milliárd forint az a része, amiből 41 ilyen modern gázüzemű CNG-s buszt szereztünk be. 41 ilyen busz érkezik, jövő keddig, 31-ig átvesszük az összest, és terveink szerint február 1-től útvonalbejárásokra indulnak a buszok, meg kell nézni, hogy mindenhol tudnak-e közlekedni. Mások a méretek, főleg magasabbak ezek a buszok a régieknél, nem kell egy ágat levágni, vagy hasonló feladatokat előtte elvégezni. És február 15-től próbaüzemszerűen, menetrendszerűen indulnak a buszok, a próbaüzem egy hónap lesz, de ez azt jelenti, hogy már február 15-től mindenhol láthatjuk ezeket az új buszokat. Az új CNG buszok közül 5 csuklós, 36 pedig normál méretű. Jelenleg 84 darab autóbusz teljesít szolgálatot, 72 folyamatosan és 12 tartalékban. Az új, modern buszok a legelavultabbak helyére érkeznek, azokat teljes mértékben kivonják majd a forgalomból. Ezek az új buszok 0 kilométeresek, és azok a kényelmi szolgáltatások, amelyek a 21. században elvárhatóak, mind megjelennek rajtuk. Minden buszon ingyenes wifi van, tehát az utazóközönség számára használható wifi biztosít. Emellett az utas tájékoztató rendszere, amely nem csak ugye a belső monitoron jelenik meg, hogy milyen állomás, milyen megállóhely következik, vagy éppen honnan ment tovább a busz, hanem be is mondja ezt tulajdonképpen minden egyes megállónál. Ez nyilván, aki vakok, gyengénlátók számára ez egy nagy segítség. Maga a busz környezetvédelmi paramétereit illetően nagy előrelépés, ez a CNG hajtás, ez egy olyan alternatív technológia már, amely nem csak a hang- és zajterhelés tekintetében nagy előrelépés, hanem a károsanyag kibocsátás vonatkozásában is. Számítások szerint ez a 41-es flotta mintegy 25 mázsányi károsanyaggal kevesebbet fog kibocsátani, mint a korábban szolgálatban lévő elődei. A 41 új busz szolgálatba állításával és a továbbra is működő Solaris autóbuszokkal Nyíregyháza előkelő helyre lép a megyei jogú városok rangsorában, hiszen 5 éves átlag életkorú buszflottával fogja helyi tömegközlekedést biztosítani. Szerdától hivatalosan is influenza járvány van az országban. Amíg a nyíregyházi járásban meghaladta a megbetegedések száma a járvány küszöböt, ez nem mindenhol jellemző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az oltást ilyenkor már csak akkor érdemes beadatni, ha megoldható, hogy azok, akik a járvány közben kapják meg az oltóanyagot, kerülik a tömeget, közölte a megyei tisztifőorvos. Az elmúlt hét adatai alapján Nyíregyháza és vonzás körzete is átlépte hivatalosan a járvány küszöböt. Ugyanis nagy mértékben emelkedett az influenza-szerű megbetegedések száma a térségben. Azonban ez nem mondható el minden megyei településről, emelte ki a megyei tisztifőorvos.
Mi az a járványküszöb? Ez a 100 000 lakosra hányan betegednek meg, és ilyenkor, hogyha a járványküszöböt átlépjük, akkor 150 megbetegedés jut mondjuk 100 000 lakosra. Ez nem az influenzáról szól, illetve nem csak az influenzáról, ez az influenza-szerű megbetegedésekről. Tehát ennek megvan egy kategóriája, ami alapján besorolják a betegeket ebbe a csoportba. Ez egy viszonylag nagy halmaz. És ebből a nagy halmazból tud kijönni az, hogy a vizsgálatok, tehát nem csak a klinikum, hanem a labor is mennyiben támasztja alá a felvetett diagnózist. Jelenleg az országban az influenza B csoportja terjed gyorsan, nem pedig az influenza A. Ez utóbbi akár világméretű járványokat is tud okozni. A gyógyszertárakban, illetve a házi orvosoknál található oltóanyagokban megtalálható az influenza B csoportjának ellenszere. Azonban most már a védőoltások beadatása fokozott óvatosságot igényel. Akkor szabad ugye az oltást igazán beadatni, hogyha tudjuk magunkat egy kicsit távolabb tartani a tömegektől, illetve hogyha nem vagyunk olyan közegben, hogy esetleg még pluszba fertőződhessünk más vírussal is. Tudnék, ugye a szervezetnek ez egy reakciója, amit mi kiváltatunk az oltóanyaggal, és elkezd védekezni, arra termel ellenanyagokat. Na most, hogyha közben megbetegszik esetleg nem csak influenzával, hanem más vírustörzsekkel is, akkor esetleg jobban megviseli a szervezetét. Tehát csak akkor igazán érdemes járványban oltani, hogyha az illető azért ezt meg tudja oldani, hogy ilyenkor tömegekbe ne menjen, illetve szoros kontaktust emberekkel ne nagyon teremtsen. A megyei tiszti főorvos kiemelte, jelenleg a legfontosabb, hogy próbáljuk megelőzni a megbetegedést, használjunk gyakrabban szappant és kézfertőtlenítőt, ezzel is segítve szervezetünk higiéniai biztonságát. A nyálkahártyát is lehet védeni helyileg különböző gyógyszertárakban kapható oldatokkal. A házi praktikák közül pedig a sok C-vitamin és fokhagyma fogyasztását javasolják a szakemberek. Megválasztották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es és 2-es számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 3 tagját, illetve póttagjait. Ők Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere előtt hivatalos esküt tettek csütörtök délután. Az eskütétel után Szemán Sándor főjegyző ismertette a bizottsági tagok feladatait. Ezek a választási bizottsági tagok azok, akik a 106 egyéni választókerületben őrködnek a választás tisztasága fölött, elbírálják azokat a beadványokat, amelyek a menet közben érkeznek, akár a választási kampány időszakában, akár a választás eredményének megállapításával kapcsolatban, és ők állapítják meg hivatalosan a választás eredményét is. Ezen személyek megválasztását követően haladéktalanul megtörtént az eskütétel is, amelyre a törvény értelmében a megyei jogú város polgármestere előtt került sor. A kisvárdai Felső-Szabolcsi Kórház működésének egyik kiemelkedő éve volt a 2017-es. Az ország legkeletibb részében fekvő városi kórház sikeresen pályázott konyha rekonstrukcióra, napelem telepítése, illetve betegbiztonsági eszközök beszerzésére. A 102 millió forintból felújított konyhát pénteken adta át a dolgozók és a betegek részére Seszták Miklós fejlesztési miniszter és Hegyi Henrik kórházigazgató. 2018. februárjától már a modern korszínvonalának megfelelő konyhaüzemben történik a főzés, mosogatás, tálalás a kisvárdai kórházban. A felújítás két ütemben történt. Első körben egy uniós közbeszerzési eljárás keretében a gépek beszerzése történt, amelyek az előkészítés körülményeit, ezáltal a minőséget javítják, de jelentős energiamegtakarítást is eredményeznek majd az intézménynek a korábbi felhasználáshoz képest, hangzott el az ünnepélyes átadáson. Hegyi Henrik a kórház igazgatója kiemelte. Ezzel a beruházással olyan lépést tett az intézmény, amellyel a betegek és a dolgozók elvárásának megfelelő minőségű ételeket tudnak készíteni. Én azt gondolom, hogy jelenleg ma Magyarországon az első 5 kórházi konyhában benne vagyunk. Olyan magas szintű eszközöket szereztünk be, amely akár a Bocuse-d'Or versenyen is megjelent. Olyan kombipárolók, amelyek azt gondolom, hogy nagyon kevés kórházi konyha technológiában található meg, de mellett mosogatás technológiától kezdve a főzőstökig minden szükséges és már rég elavult eszközünket sikerült lecserélni, és zárt tálalási rendszert valósítottunk meg, amelyekben a betegek temperáltan, ahogy a konyhából kikerülő hőmérséklettel melegen fogják megkapni az ételeiket is.
A kórház konyhája az év 365 napján dolgozik. A csúcsidőszakban 500 fő élelmezését biztosítja a konyha, és emellett napi szinten 150 kórházi dolgozó étkezik még az intézményben. Seszták Miklós fejlesztési miniszter beszédében kiemelte, a rossz minőségű étel elfogyasztásával nem lehet dolgozni és nem lehet gyógyulni. Egy kórház, egy egészségügyi intézmény nem lehetne teljes azokkal a háttérintézmények felújításával, mint amint a mai. Hiszen mit ér egy gyógyítás, ha mondjuk rossz az étel? Mit ér a gyógyítás, ha azok a háttérkörülmények, amivel az étel előállítók dolgoznak, azok nem megfelelő? Ez lehet energetikai, lehet személy jellegű. Én azt gondolom, hogy azért fontosak ezek a beruházások, mert azt tudjuk üzenni mindenkinek, hogy nem csak az egészségügynek a direkt gyógyító részeire figyelünk, hanem azokra az emberekre, azokra a dolgozókra, és így közvetlen majd azokra a betegekre is, akik a kórházba kerülnek, hogy megfelelő színvonalú és ízletes táplálóétel tudjunk segíteni a mielőbbi gyógyulásukhoz. Szerintem ez egy fontos projekt volt. A beruházás második ütemében a konyhaüzem teljes építészeti felújítására is lehetőség volt. Így a nyillászárók, burkolatok, elektromos hálózat, légtechnika is megújult, összesen 102 millió forint értékben. Szilvási István, Simon Miklós és Tirpák György is sajtótájékoztatót tartott csütörtökön és pénteken Nyíregyházán. A város mintegy 75 milliárd forintnyi összegből gazdálkodhat idén, és tovább fejlődik a délnyírség autó- és kerékpárút hálózata. Többek között ezeket emelték ki a Fidesz sajtótájékoztatóin. A Fidesz csütörtöki sajtótájékoztatóján kiemelték, Nyíregyháza város költségvetése még soha nem volt olyan mértékű korábban, mint most a 2018-as évben. Nyíregyháza város költségvetése 75 milliárd közeli főösszeggel került 2018-as évre elfogadásra. Ilyen főösszegű költségvetése soha nem volt még a városnak. Ez az összeg tartalmazza természetesen azokat a beruházási összegeket is, amelyeket akár uniós, akár állami forrásból sikerült megszerezni a városnak. Ez több mint 35 milliárd forint, ami kisegíti a várost abból, hogy a saját bevételei, amelyek közel 11 milliárd forintot tesznek ki csak a közhatalmi bevételek, olyan módon legyenek felhasználhatóak, melyek tényleg a nyíregyházi hétköznapokat könnyítik meg. Simon Miklós országgyűlési képviselő arról számolt be sajtótájékoztatóján, hogy a délnyírségben mintegy 4 milliárd forintból 11 beruházás várható 2018-ban. Ezek útfelújításokat és kerékpárút építéseket tartalmaznak, amelynek köszönhetően megszakítás nélküli kerékpárút hálózat épül ki Debrecentől Nyírbátorig. Márciusban pedig elkezdődhet a Nyírbátort az M3-assal összekötő 4105-ös út felújítása. Ennek költségvetése több mint 820 millió forint. Ezek a beruházások azért fontosak, mert jelentősen nő általuk a közúton közlekedők közlekedés biztonsága, mert hogy a kerékpárút nem csak a kerékpáron közlekedőknek fontos, hanem fontos a kerékpárút mellett futó közúton közlekedőknek is a közlekedés biztonság miatt. Több kerékpáros balesetnek voltunk a tanúi sajnálatos módon az elmúlt időszakban, mind a 471-es főútvonalon, mind pedig a Nyírbától Nyírgyulai összekötő úton. A Csabai Lászlóné vezette nyíregyházi önkormányzat 2010-re 19,5 milliárd forintnyi adóságot halmozott fel. Ezt kellett a Fidesznek átvennie, erről Tirpák György beszélt pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az MSZP legújabb szórólapján szerinte több csúsztatás is szerepel, ezek közül azt is kiemelte, hogy a Fidesz kormány elvette a korengedményes nyugdíjazás lehetőségét. Itt a polgármester asszony, itt a rendvédelmi dolgozókra gondol, rendőrökre, katonákra, stb., akitől elvette a kormány azt a lehetőséget, hogy 40-42 évesen ne vonuljanak nyugdíjba, akkor valóban ebben igaza van, de hát ezzel a társadalom maximálisan egyetértett. Tehát a társadalom még igazságosság követelményével volt ez ellentétes, hogy valaki elmehetett így nyugdíjba, míg abban az időszakban mondjuk 60 vagy 62 éves koráig egy tetőfedő vagy ásmunkás fenn a tetőn dolgozik. Tehát nyilvánvalóan, hogy ez nem volt egy normális állapot. Tirpák György a sajtótájékoztatón hozzátette, reméli az MSZP csúsztatásoktól mentes szórólapokat oszt majd ki ezen túl a lakosságnak.
Teljes fordulatra lenne szükség a társadalom és a gazdaság politikában, egyaránt véli Smuk Erzsébet, az LMP frakció vezető helyettese. A párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján elhangzott, az LMP a helyi erőforrásokra építene, többek között csökkentenék a KKV-k adóterheit. Egy környezetbarát, több lábon álló gazdaság kialakítása lenne a céluk április 8-a után, tette hozzá Smuk Erzsébet. Nagyon súlyos problémának tartjuk az elszegényedést. Évek óta mondja az LMP, hogy bérválság van Magyarországon, a béreket jelentősen meg kell emelni. A programunk konkrét javaslatokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk több tízezer forinttal megemelni az átlagbérkeresőket, átlagbérkeresőknek a fizetését. Nyilván a minimálbér... Nyilván a minimálbér emelést azt az LMP is nélkülözhetetlennek tartotta. Mi több kulcsos személyi jövedelemadó rendszert vezetnénk be. Idén ünnepli 150. évfordulóját a József András Múzeum. Az 1868-ban alakult intézmény egy éven át tartó tárlatsorozattal várja a látogatókat a jubileum alkalmából. A kamara kiállítás lényege, hogy 12 hónapon keresztül havonta egy-egy új tárlat nyílik a múzeumban, ahol összesen 150 tárgy, lelet és emlék tekinthető meg a legjelesebb műtárgyak összeállításában. 12 hónapon keresztül újabb és újabb tárlatokon ismerheti meg a nagy közönség a József András Múzeum életét. Az intézmény idén ünnepli 150. évfordulóját. A jubileumi év apropóján idén 150 tárgyat, emléket és leletet mutatnak be a múzeum munkatársai a látogatóknak. Rémiás Tibor, a múzeum igazgatója kiemelte, a jövőt tekintve az intézmény terve egy olyan katalógus megjelentetése, ahol mind a 150 tárgyat bemutatják. Most egy kamara kiállítás sorozatot indítunk el, a címe Múltunkról a jövőnek, ahol tárgyak, leletek, emlékek jelentkeznek a 150 éves József András Múzeum gyűjteményeiből. Minden hónap végén szeretnénk megnyitni egy újabb és egy újabb kiállítást, aminek a lényege az, hogy a legjelesebb műtárgyainkat szeretnénk a nagy közönségnek bemutatni. Ma van az, amikor az első három ilyen jeles műtárgyat mutatjuk be, egy régészeti fegyvert, egy néprajzi gyönyörű menyasszonyi ládát és József András sebészi diplomáját. Az idei tárlatokat minden alkalommal a múzeum munkatársai nyitják meg. Az első kiállítás kurátora Pintye Gábor volt. Az ő feladata a kiállítás forgatókönyv írásától kezdve az egész munkafolyamat felügyelése és menedzselése. A jövőben a néprajz, a történelem, a régészet és az iparművészet témaköréből válogatnak. Jelenleg ugye most is három tárgy van kiállítva. A jövőben, amit bemutatnánk önöknek, a néprajz, a történelem, a régészet, az iparművészet témaköréből lenne kiválogatva. Ezek olyan tárgyak, amelyek valamilyen módon érdekesek. Érdekesek lehetnek az anyaguk, a díszítésük, a használati módjuk, okán épp úgy, mint az miatt, hogy éppen kié volt ez a tárgy valamikor. Tehát minden tárgynak van egy egyéni története, nem feltétlenül a szépség, hanem a mögöttes jelentés tartalom az, ami miatt fontosak ezek a tárgyak. Természetesen a kiválogatásuk az abszolút szubjektív volt. Nyilván a múzeológusok, én és a kollégák egyéni ízlése szabta meg azt, hogy melyik tárgyat mutatjuk be. Egy késő bronzkori kard, ami a trójai háborúk hangulatát idézi. József András sebészi oklevele, illetve egy kelengyés láda is része a mostani kiállításnak. Utóbbi egy nagyon korai darab, 18. századi, ehhez hasonló paraszti bútorok csak ritkán maradnak fenn az utókor számára. Ez a festett láda a tiszta szoba része volt. 25 fotó vált kézzelfoghatóvá Dohos Ferenc több tízezres fotóalbumából. A fotóst a nyíregyháziak Permeként ismerik, aki jellegzetes bajuszával évek óta fotók és blogbejegyzések formájában tudósít a helyi rendezvényekről és eseményekről. Első kiállítása február végéig látogatható a Mustárházban. Dohos Ferenc, akit mindenki csak Permeként ismer, évtizedekkel ezelőtt lett a fotózás szerelmese. Ez idő alatt több tízezer fotót készített Nyíregyháza eseményeiről, koncertekről, természetről, vagy a környező települések látványosságairól. Ennek a végtelen tárháznak egy kis része most kiállítás formájában is megtekinthető a Mustárházban.
volt sok kép, elkezdtem végignézegetni a fotóalbumokat, legalább valaki egyszer végignézi. És akkor úgy kezdtem, hogy ez sem, talán ez mégis, és akkor először volt, hogy 700 kiválasztott, aztán 200, aztán 100, aztán az a 20-valahány, ami most fönt van a falon. Úgyhogy tulajdonképpen a kiállítás az így alakult ki. Az, hogy mi van kint, inkább Nyíregyházához kötődő dolgok, de van egy kis koncertrész is, amit azért hétközben eléggé hiányoltak a közösségi oldal, hogy mikor jön már a koncertkép, mert azért a képem jó része koncertfelvétel. De hát itt nyilván egy nyíregyházi első kiállításon, nyíregyházi kötöttségem okán Nyíregyházáról kell főként, hogy szóljon. A kiállítás február végéig tekinthető meg. A programoknak azonban nincs vége, folyamatos a mozgás a Mustárház életében. Február 3-án lesz egy koncertünk, ez is ingyenes lesz természetesen, egy debreceni zenekar fog fellépni, középkori világzenét játszik, úgyhogy aki szereti ezt a stílust, akkor nagyon sok szeretettel várjuk. Egyébként az előadó az a Bordó Sárkány lesz. Ezt követően egy picit majd az ifjúság szakmai területre fogjuk helyezni a hangsúlyt. Lesznek természetesen itt is programok továbbra is, de egy picit majd megint nyakunkba veszük a világot, és járunk különböző szakmai programokra és rendezvényekre. Márciusban ifjúsági csereprogramban vesz részt a Mustárház, majd a korábban megnyert 2 éves projekt keretein belül látóutakat szerveznek. Közel másfél év után elhagyja Kisvárdát Máté Fieszter, a Master Gúdese női kézilabda csapatának szakmai igazgatója és vezetőedzője. Olvasható a kisvardakezi.hu oldalon. A korábbi női szövetségi kapitány a klubvezetéssel egyetértésben döntött a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről. Az új vezetőedző keresése folyamatban van. A csapat péntek este fogadja a Debrecent az NB1-ben. Kisvárda a legutóbbi 4 bajnoki mérkőzését elveszítette. A tabellán jelenleg a 10. helyen áll, valamint múlt szerdán a Magyar Kupából is kiesett. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. A hamarosan érkező 41 új CNG autóbuszok közül az első már próbaúton járt Nyíregyházán pénteken. A város közel 5 milliárd forintos pályázati forrásból szerezte be a járműveket, további 2 milliárd forintot pedig ezek fejlesztésére és a szükséges töltőállomás kiépítésére fordított. Az új autóbuszokon ingyenes wifi is működik, a károsanyag kibocsátása pedig 25 mázsával kevesebb, mint a korábbi buszoké. A járművek február 15-től próbaüzemszerűen már közlekednek Nyíregyháza útjain. Szerdától hivatalosan is influenza járvány van az országban. Amíg a nyíregyházi járásban meghaladta a megbetegedések száma a járvány küszöböt, ez nem mindenhol jellemző Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az oltást ilyenkor már csak akkor érdemes beadatni, ha megoldható, hogy azok, akik a járvány közben kapják meg az oltóanyagot, kerülik a tömeget, közölte a megyei tisztifőorvos. A kisvárdai Felső-Szabolcsi kórház működésének egyik kiemelkedő éve volt a 2017-es. Az ország legkeletibb részében fekvő városi kórház sikeresen pályázott konyha rekonstrukcióra, napelem telepítésre, illetve betegbiztonsági eszközök beszerzésére. A 102 millió forintból felújított konyhát pénteken adta át a dolgozók és a betegek részére Seszták Miklós fejlesztési miniszter és Hegyi Henrik kórházigazgató. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták január 26-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Hétvégén pedig heti hír összefoglalunkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!
Holnap is többnyire felhős időre lehet számítani. Anticiklon és a benne található enyhe levegő, valamint a talaj közelében kialakuló rétegfelhőzet együttesen alakítja térségünk időjárását. Az éjjeli órákban eleinte erősen felhős marad az ég, majd átmenetileg csökkenhet a felhőzet, de párássá válik a levegő, a völgyekben köd is képződik. A ködös tájakon szitálás, ónoszitálás is előfordulhat, máshol nem valószínű csapadék. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggel általában -2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé párás marad a levegő, szitálás is előfordulhat, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás egyelőre nem érezhető. A következő napokban több időjárási front is érinti térségünket. Változóan felhős, a jövő hét közepéig többnyire száraz, gyakran szeles időben lesz részünk. A hőmérséklet több fokkal az ilyenkor megszokott fölött alakul. A jövő hét elején a 10 fokot is eléri a legmelegebb órákban.